Szinte pontosan 4 óra van, szerencsés napot kívánunk, kedves nézőink! Eljött az élő hatos lottó sorsolás ideje itt az RTL Klubban. A 29. hét nyerőszámait sorsoljuk a következőkben, és idén képzeljék el, hogy eddig 4 darab teli találatos volt, szóval most nagyon bízom benne, hogy megszületik az 5. is, és ezzel valaki 280 millió forintot nyer, szerencsés esetben. Természetesen ma is minden szabályszerű lesz, ezért van velünk a Szerencsejáték ZRT Sorsolási Bizottsága, Szilárdi Brigitta az elnök. Jó napot kívánok! És dr. Filip Tamás a közjegyző. Jó napot kívánok! Ma is megérkezett 6 számhúzó, mindjárt megismerhetik őket. Ők egy-egy nyerőszámot kiemelnek, és annak a 6000 szeresével gazdagodnak. 30 000 forint alapnyeremény most is megilleti őket. Eszter lesz a segítségemre, és akkor kezdjük a sorslást. Első játékosunk Lajos Mizsei, Veszelszky Lászlóné. Először került be Erzsébet ide a játékunkba, 19 éves Balázs nevű fiának vesz valami szép ajándékot, és ha valami nagyobbat sikerül kiemelni, akkor szobabútor lesz belőle. Na nézzük! És hát egy nagy ajándék, jó, maradjunk annyiban, 11-es az első nyerőszámunk, aminek a 6000 szerese 66 000 forint, köszönjük szépen! Kecskeméti, mai második számhúzónk Tóth Sándor. Nagyon-nagyon nagy a család. Kívánok. Jó napot kívánok Sándoréknál. Tessék választani egyet nyugodtan. 4 gyerek, 8 unoka, és nézzenek rá, de képzeljék el, 2 dédunokája van. Én nem hiszem el, de hát ha ez az igazság, ez az igazság. 7-es. Ez lett a második nyerőszámunk. A 11-es után egy másik varázslatos szám 42 000 forintot hozott. Szombathelyi, a harmadik játékos, Roman Rodika. Egy nyugalmazott ének-zene szakos tanárnő áll mellettem, akinek 2 gyereke, 3 unokája van, természetesen imádja a zenét. Na, kíváncsi vagyok, hogy boldog vagy szomorú zenét fog-e hallgatni. Szerintem ez lehet boldog zene. 17-es. Ez lett a harmadik szám. 102 000 forintért. Gratulálok. Ercsi Sina telepen él mai negyedik szerencsésünk, Musatics István. Ő már járt nálunk a stúdióban, tavaly a 30-ast sikerült kiemelni, most pedig sajnos van egy sérült autó otthon, ezt szeretné kicsit kipofosztatni ebből a nyereményből. 2 gyereke, 8 éves lányunokája szurkol neki. A negyedik nyerőszám pedig a 21-es. Ú, szerintem lesz ma teli találatos. Tehát a 21-es a 126 000 forint. Köszönöm szépen. Szinte az összes varázslatos számot kihúzták eddig játékosaink. 5. számhúzónk Nagy Sándor, ő budapesti. Egy nyugalmazott építészmérnök áll mellettem, aki 6 héttel ezelőtt itt volt, akkor a 10-est találta meg. 2 gyereke, 3 unokája van, és azt mondta, hogy egy kicsit nem ártana a lakást karban tartani. És a dupla 3-ost találtuk meg. 5-nek 33-as, a 6000 szeres összege pedig 198 000 forint. Köszönjük szépen! És következik a 6. számhúzója, Szekszárdi Tőzsér Béla. Béla 12 évvel ezelőtt járt nálunk, akkor a 33-ast húzta. 6 évvel ezelőtt volt másodszor, akkor a 34-est húzta. Úgyhogy most a 35-ösért jött. Na, kíváncsi vagyok. És 6-os találom. Nem sikerült. 25-ös. Szerintem ez egy nagyon jó nyerőszám így a végén. A 25-ösért cserébe ön 150 000 forintot nyert. Gratulálok. Köszönöm. Kedves nézőink, nézzük emelkedő számsorrendben a 29. héten is a 6-os lottó nyerőszámai. A tét ne felejtsék 280 millió forint. 7 11, 17, 21, 25, 33. Ne felejtsenek el számhúzónak jelentkezni, hogyha legalább 1500 forint értékben vettek már 6-os lottószelvényt. A vásárlás hetében vasárnap éjfélig pályázhatnak. 061-224-2626 a telefonszámunk, de pályázhatnak a www.szerencsejáték.hu-n keresztül is. Nézzük a tegnap este kisorsolt Joker számot, 561 193. Nem volt teli találatos a Jokeren, így ott jövő héten szombaton este 45 millió forintot nyerhetnek. És akkor, hölgyeim és uraim, nézzük meg együtt, születette teli találatos itt a 6-os lotton. Már is látjuk a nyerőszámokat a nyereményekkel, a 125 darab 5-ös darabja 110 000 forintnál is többet fizet, és nézzük ezekkel a számokkal, lett-e teli találat? Hát persze, hogy lett 2 is. Hölgyeim és uraim, mind a 2 szerencsés játékos fejenként nettó 143.433.685 forintot nyert, szívből gratulálunk nekik. Ez azt jelenti, hogy jövő héten itt a 6-os lottón 70 millióért megy a játék. Ne felejtsék, hogy a Szerencsejáték ZRT-t követhetik a közösségi médiában, a Facebookon, az Instagramon, a műsorokat pedig visszanézhetik a YouTube-on. Találkozunk jövő héten is, viszontlátásra!